Európai Unióval és háborúval kapcsolatos aktualitásokról kérdezem következő vendégünket, Kiszeli Zoltán politológust, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatóját. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm! Jó napot kívánok! Nagy nap volt ugye a héten Európa szempontjából, május 9-ére gondolok, Európa napra, és hát ugye ez alkalommal több európai vezető is beszédet mondott az Európai Parlament előtt, köztük Olaf Scholz, német kancellár, és hát több érdekesség is elhangzott, például az egyik az, hogy az Európai Unió csak akkor bővülhet tovább, ha a külpolitika és az adózás terén feladja az egyhangú döntéshozatal, és áttér a minősített többségre. Erre azért van szükség szerinte, hogy megőrizzük a cselekvő képességünket. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy ez Magyarországgal szembeni gesztus lehet, hogy meg akarják szüntetni ezt a bizonyos vétójogot. Hogy látja ön ezt? Hát sok beszéd hangzik el Strasbourgban május 9-én, tavaly Emmanuel Macron egy teljesen más irányú beszédet mondott, most Olaf Scholz mondott beszédet, tehát ilyen szempontból nem egy-egy beszédet kell figyelni, hanem a különböző nagyobb uniós tagországok vezetőinek a megszólalásait. Nyilván a német kancellár szavai fontosak, hiszen a legerősebb gazdaságról és a legnagyobb uniós tagországról van szó. Hát ami a többségi szavazásra való áttérést jelenti, itt ugye emlékeztetni kell a bővítés és a mélyítés ellentmondásáról. Ez már nagyon régóta jellemzi az uniót, ugye mindig az a kérdés vetődik fel a bővítések előtt, hogy először hozzanak-e új szabályokat, ami a később érkezőkre is vonatkozik, vagy hogy először bővítsék a klubot, vegyenek fel új tagokat, és az új tagokkal közösen hozzanak olyan szabályokat, ami a régi és az új tagokra egyaránt vonatkozik. Hát ez nem egy új vita, és hát a német álláspont itt az, hogy hozzanak új szabályokat a többségi szavazás mentén, és akkor ez már az új tagokra is vonatkozik, illetve nyilván sokkal könnyebb úgy dönteni, hogyha többségi szavazás van, mint hogyha egy hangúságra lenne szükség, és hát igen, jelenleg egyébként Magyarország vagy Lengyelország, a szuverenista országok ellenzik ezt leginkább, de tavaly, amikor Macron elnök tartott beszédet Strasbourgban, akkor azelőtt 13 uniós tagország fejezte ki egy közös levélben azt a szándékát, hogy nem támogatják sem a szerződés módosítását, sem a többségi szavazásra való áttérést, Magyarország nem is volt köztük, illetve hát most pedig a Scholz beszéd előtt 9 tagország fogalmazott meg egy levelet, egy közös nyilatkozatot, amelyben a többségi szavazásra való áttérést támogatják. A legnagyobb meglepetés Giorgia Meloni volt, az olasz miniszterelnök. Hát ugye látjuk, hogy Olaszország egy technikai államcsődben lévő ország. Az olasz államkötvényeknek a nagy részét az Európai Központi Bank vásárolja fel másodlagos piacon, minden uniós szabályt áthágva. Azt látjuk, hogy nagyjából az olasz államadósság 40%-a van már a központi banknál, nagyjából 15% lenne megengedett, amekkora Olaszországnak a súlya az euróban, tehát Olaszország nem egy szabad ország olyan szempontból, hogy anyagilag kötve van, a központi bank lélegeztető gépén van, mint ahogy egyébként az eurózóna déli részének számos országa. Tehát a németek ezt használják ki, át akarnak térni a többségi szavazásra, hiszen úgy Ukrajnának, Moldovának, amelyeket ugye most meghívtak, perspektívát kell adni, ott vannak a nyugat-balkáni országok, amelyek nagyon régóta várnak az uniós tagságra, és hát a törökországi választások kimenetelétől függően, ha nem Erdoğan nyer, akkor nyilván Törökország számára is valamilyen perspektívát kell kínálni, hiszen már 1963 óta, pont 60 éve szeretne Törökország az unió tagja lenni, tehát nekik is kéne valamit üzenni. Igen, de akkor mondhatjuk azt, hogy jelenleg a német elképzelésnek többségi támogatottsága nincs, tehát annak most nincs akkora realitása, hogy áttérhetnek ezekben a témákban az egyhangú döntéshozatalra. Nem, hát ugye pont azért sorakoztatták fel Franciaországot, Olaszországot és Németországot a Scholz beszéd előtt a többségi szavazásra való áttérés támogató 9 ország között, mert ők kvázi már többségben lennének, azonban az egyhangú szavazásra való áttéréshez egyhangúságra van szükség. Tehát ez a 22-es csapdája,
És hát egyébként nem kell ehhez szerződést módosítani, tehát a németek nagyon jól kimutatták, hogy a lisszaboni szerződés is lehetővé teszi, hogy az állam és kormányfők Európai Tanácsa egyhangú szavazással bizonyos területeket, például a Scholz által felvetett külpolitikát és adópolitikát egyébként nem mondta ki, mert ez túl kényes, de hozzá kéne tenni rögtön a szankciókat, hozzá kéne tenni a kötelező betelepítési kvótát, mert ők ebben is többségi szavazást akarnak. Tehát, hogy az állam és kormányfők ehhez hozzájárulhatnak. Hát ugye itt vannak azok a problémák, amelyeket Magyarország és Lengyelország jelentenek a globalisták számára. Nyilván Magyarország és Lengyelország, ugye októberben lesz Lengyelországban választás, meglátjuk, hogy hogy alakul az ottani választás kimenetele, de minimum Magyarország, és hát egyébként nem csak mi, más országok is, főként a kisebb és közepes országok aggódnak, amiatt, hogyha áttérnének a többségi szavazásra, akkor még inkább a német-francia érdek érvényesülne, de a németek is egyébként csak addig támogatják a többségi szavazásra való áttérést, amíg olyan szavazati súlyok vannak, hogy Franciaországgal közösen Németországot a többiek ne tudják leszavazni. De nagyon fontos arra rámutatni, Magyarországon erről nem sokat beszélünk, hogy az euróadósságzónában, az Európai Központi Bank tanácsában a déli országok már többségben vannak. Tehát az euróadósságzóna déli tagországainak pénzügyminisztere és nemzeti banki elnökei már úgy a Eurogroupban, a pénzügyminiszterek, mind az Európai Központi Bank kormányzó tanácsában a déli országok, tehát a nettó haszonélvezői az eurónak többségben vannak, és rendre le is szavazzák a fukar országokat. A németek ezt hagyják, mert az euró ugye Németországnak egy nagyon jó gazdasági élénkítő eszköz, és sokszor elmondtam, hogyha egy északi euró lenne, egy német, holland, osztrák euró lenne, az mostani árfolyamnál is nagyjából 600 forintba kerülne egy német euró, egy északi euró. Viszont a francia déli euró, amiben mondjuk Belgiumtól Görögországig kerülnének a déli országok, az pedig 300 forint lenne. Tehát sok, mondjuk kedvezőbb lenne, mint most a 400 forintos Igen, átlagár, igen. hogyha mondjuk. És ugye ez a lényeg, hogy akkor a franciák, spanyolok, olaszok rögtön visszanyernék a versenyképességüket, és akkor azok a tömegtermékek, amik most nem versenyképesek, olasz, francia, spanyol cégek termékei, na ezek rögtön versenyképesek lennének, csak akkor a németek ugye 600 euróért nehezebben tudnák eladni az egyébként világszínvonalú termékeiket. Na ezért éri meg a németeknek, hogy finanszírozzák az euróadósságzóna déli részét, persze az adófizetőkkel finanszíroztatják meg, nem Hát igen. Hát ugye ez az üzlet, hogy a politika ezt eldöntötte Németországban, hogy a német cégek globális versenyképessége érdekében a német adófizetőkkel ezt megfinanszíroztatják, és cserében az euró ebben a ketyegő bomba státuszában ugye még megvan, ugye azért borul az egész, mert most az infláció miatt olyan magasok a kamatok, hogy nagyon egyre nehezebb ezt finanszírozni. Tehát az egész kártyavár kezd összeomlani, az USA-ban is egyébként ugye kezd recsegni, ropogni ez a kártyavár, az a lufi. A jelek egy tőzsdekrak irányába mutatnak, ha nem sikerül kezelni a helyzetet nyilván, tehát még van egy-két hónap, ameddig ezt tudják kezelni. Az eurónál is azt látjuk, hogy egyre nehezebb finanszírozni ezt a konstrukciót. Tehát igazából ezt az adótörvényeknél a többségi szavazásra való áttérés például ennek a helyzetnek a kezelését jelentené. Tehát ezt nyilván itt Scholz nem mondja el, de nekünk az a dolgunk, hogy ezt hozzátegyük. Igen, nagyon érdekes aspektus ez is, igen. Arról is beszélt ugye, hogy ebben a formálódó multipoláris világban, hogyha az EU nem akar eljelentéktelenedni, akkor geopolitikai tényezővé kell válnia. Nem nagyon fejtette ki, hogy konkrétan itt mire gondol. Hogyan válhatna Európa jelentős geopolitikai tényezővé? Ezzel kapcsolatosan milyen elképzelések vannak? Hát ez a szóhasználat egy gesztus volt Ursula von der Leyen felé, ami azért is érdekes, mert Scholz szociáldemokrata, von der Leyen meg kereszténydemokrata, tehát ez is egy gesztus egyébként a CDU felé, a német főellenzéki erő felé, mert hát a szozdemeknek baja van a globalista, Amerika barát zöldekkel, amelyek túl gyors tempót diktálnak az Oroszországról és Kínáról való végleges gazdasági leválásról. Ugye a zöldek azt mondják, az amerikai globalistákkal egy szólamban, hogy nem szabad az Európai Uniónak és Németországnak annyira függővé válni a kínai kereskedelemtől, mint korábban az orosz foszilis energiától. Ez azt jelenti, hogy le kell válni Kínáról is. Ugye ebben van egy vita,
hogy ez gyorsan történjen, mint ahogy az orosz foszilis energiáról is kvázi egy év alatt levált az Európai Unió. Igen. Nyilván a német cégek nem akarnak arról az évi 300 milliárd eurós német-kínai gazdasági forgalomról lemondani, ami most jellemzi a két országot. Ezek minőségi termékek, tehát jellemzően autók, autóalkatrészek vagy szerszámgépek, tehát magas hozzáadott értékű termékek mennek Németországból Kínába, illetve hát olyan félvezetők és olyan alkatrészek jönnek vissza, mondjuk a kínai ipari félvezetőkre, ha gondolunk, ezek tömegtermékek, de Európában most még nem tudják ezeket pótolni. Hát a németek itt elkezdték azért a leválást, tehát azt kell látnunk, hogy Kínáról amerikai nyomásra az Európai Unió, főként Németország le akar válni, ugye Macron elnök nem, tehát ez is egy vita a német-francia tandemben. Azt kell látnunk, hogy Németországban már most építik azokat a chipgyárakat, főként Dresdában és Magdeburgban, amelyek, hogyha 5 év múlva elkezdik gyártani a félvezetőket, akkor már nem lesz szükség a kínai félvezetőkre. Tehát ilyen szempontból még ez a kínai kereskedelem nagyjából 5 évet jelenthet. Az autóiparban is egyébként megkezdődött a leválás, ugye jelenleg ugye a kínai akkumulátorok azok, amelyek most még a német autógyáraknak is fontosak. Ugye Magyarország itt egy fontos telephely, de hát azt látjuk, hogy Amerikában és Németországban is felgyorsítják azokat a kutatásokat, amelyek a kínaiak által uralt ritka földfémekre, főként a litiumra, kobaltra épülő elektromos akkumulátorokat kiváltják Európában is elérhető alapanyagokkal, például nátriumkén akkumulátorokkal, és akkor már nem lesz szükség a kínaiakra. Egyébként is a németek szorulnak ki Kínából. Ugye aki a shanghai autószalonnak a híreit nézte most nagyjából 2-3 héttel ezelőtt, azt láthatta, hogy 40 év után a Volkswagen-t kiszorította a kínai BYD a legnagyobb autóeladó pozíciójából, illetve hát a Teslát is megelőzte ez a cég az elektromos autó eladásban Kínában, és hát azt is látjuk, hogy a német autók már nem fogynak úgy Kínában. Egyrészt felnőtt egy kínai nacionalista nemzedék, akik már ebben a növekedési szakaszban nőttek fel, és ők már a kínai termékekre büszkék. Tehát ez az egyik, hogy a kommunista párt is forszírozza, hogy a belső fogyasztást erősítsék, ezzel próbálnak felkészülni arra, hogyha az USA és az Unió szankcionálja Kínát, akkor a belső fogyasztással tudják kompenzálni az exportot. Illetve a másik, hogy hát a kínaiak is olyanok, mint a japánok, imádják ezeket a csilingelő, zenélő kütyüket, és akkor a németek a maszkulin autóikkal nem tudják ezt az ázsiai életérzést úgy megszólítani, mint a kínai gyártók. Tehát ez például a multimédia a német autókra nem jellemző, és hát például a kínaiak ugye ebben jobbak. Na, tehát ez a lényeg, hogy a geopolitikai bizottság egy gesztus, a geopolitika fogalom egy gesztus von der Leyennek, aki geopolitikai bizottságot ígért 2019-ben, illetve hát szintén egy gesztus Emmanuel Macron felé, mert ugye a többségi szavazásról indultunk, de azt is látni kell, hogy Macron egy teljesen más Európát képzel el. Ugye tavaly Macron beszéde szerintem érdekesebb volt, mint Scholz mostani beszéde, mert Macron az európai politikai közösséggel egy olyan Európát vázolt fel, ami inkább működőképes lehet. Ennek a központja a német-francia tandem, tehát továbbra is a németek finanszíroznák a franciák ötleteit. Hát a németek ezt nem annyira szeretik, de hivatalosan nem mernek ellent mondani, hogy az Európai Unió nehogy egy német-európa projekt legyen, ezért kell mindig a francia is mellé, hogy a franciákat a németek elfogadják, finanszírozzák. Aztán persze nem azt csinálják, amit Macron mond, meg fele annyi pénzt sem adnak, mint Macron kér, de azért a franciákra szükség van egy tollak németek kalapján, hogy hát ne egy német-európáról beszéljünk. Tehát Macron azt mondja, hogy legyen ez a német-francia tandem, és a németek pénzén a franciák ötletei. Ezt egészíti ki az euróövezet, ami a belső mag, a külső mag, és ugye az összes többi országot már nem vennék föl az unióba. Tehát ez a szomorú valóság, hogy ahhoz, hogy hiába lenne többségi szavazás, ha mondjuk Szerbiát, vagy Ukrajnát, vagy Moldovát, mint mezőgazdasági országot fölvennék, nem is beszélve a 80 milliós Törökországról, amely szintén mezőgazdasági ország, akkor a jelenlegi uniós támogatási rendszerek mellett olyan költségvetés kéne, amit a németek, hollandok, osztrákok nem tudnak és nem is akarnak finanszírozni. Tehát vagy az lesz, hogy csökkentik a támogatásokat, de akkor a régi országok, tagországokban is csökkenteni kéne az agrártámogatásokat, a
kohéziós támogatásokat, vagy annyira meg kéne emelni a befizetéseket, amit a nyugati adófizetők nem fogadnak el. Tehát ameddig ezekre a kérdésekre nem kapunk érdemi választ, addig nyilván nem elképzelhető a bővítés. Ezt Brüsszelben nem mondják, mert akkor Kína, persze, Oroszország, Szaúd-Arábia karjaiba löknék ezeket az országokat, és nyilván az európaiak szeretnék megtartani a pozíciójukat. Ezt ugye úgy hívjuk, az albán szamár példájának mondják, vagy angolul stick and carrotnak, hogy a szamár elé belógatnak egy répát, egy hosszú bot végén, ugye a szamár csak a répát látja, és elindul, és húzza maga után a kordét. Tehát ezt látjuk most is, de hát ugye az a helyzet... Madzag. Hát egy ilyen mézes madzag, de ugye a törököknél említettem, hogy már 60 éve várnak az uniós tagságra, és igazából nem nagyon kerültek közelebb, ugye nem csak azért, mert Törökországnak nagyjából a 85%-a földrajzilag is Kis-Ázsiában fekszik, hanem azért is, mert egy 80 milliós országot, ha fölvesznek, akkor az Németország súlycsoportja lenne a lakosságszám tekintetében, a szavazati súly tekintetében, és akkor az olaszok meg a franciák már is ugye egyel hátrébb kerülnének. Tehát azt látjuk, hogy ezekre a kérdésekre nincsen jó válasz, jelenleg ugye pont egy konfliktus helyzetben vagyunk, és hát ami a legszomorúbb, hogy igazából az USA döntés elé állította Európát. Ugye a Mozgástér blogon rengeteget írok erről, amikor Ursula von der Leyen Washingtonban volt, akkor Biden elnök megmondta neki, hogy csak akkor engedik be az európai cégeket az amerikai infláció csökkentési törvény kedvezményezettjei közé, hogyha az Unió gyorsabban válik le Kínáról. Ugye erre von der Leyen egy ilyen köztes megoldást fogadott el, ez a geopolitikai helyzet most, ugye amire kérdezett, és amire Scholz is utalt, csak ő ezt nem meri így kimondani, hogy ugye korábban a decouplingról volt szó, hogy le kell válni a kínai kereskedelemről, és von der Leyen bevezetett egy új fogalmat, a de-risking, amit mi rizikócsökkentéssel tudunk lefordítani, tehát magyarul az 5G-ből ki kell zárni a kínaiakat, a Huawei-t, az ZTE-t ki kell rakni az 5G hálózatból. A németek így viccelődnek is, hogy 5G mínusz 53% Huawei a német 5G hálózatban egyenlő 3G, mert akkor a 4G-ből is ki kéne szerelni a Huawei és ZTE transpondereket, és hát ugyanaz a helyzet, mint a Leopard tankokkal, hogy oké, hogy most nagy szükség lenne rájuk, de a német ipar jelenleg csak havi 3 darab Leopard tankot tud gyártani, hiába vennének meg akár 300-at is. Ugyanez van a transponderekkel, hogy eddig gyártanak mondjuk havi 1000 darabot, és mondjuk be van építve már a 4G-be, meg az 5G-be mondjuk 100 000. Tehát nem lehet akkor hirtelen havi 100 000-et gyártani, vagy egy év alatt gyártani, mert egyszerűen nincs annyi kapacitás. Tehát ezekre a kérdésekre nincs jó válasz. Von der Leyen és Scholz próbál egyensúlyozni a leválás, a decoupling és a status quo fenntartása között. Hát azért születtek jó dolgok is az Unióban, most elfogadták a CO2 kvóta szigorítását, az amerikaiak 400 milliárd eurót tolnak bele az infláció csökkentési törvénybe, azonban amerikai módra, progresszív, racionális módon, Amerikában, ha ön vesz egy elektromos autót, mondjuk nem egy luxus autóra kell gondolni, mondjuk egy ilyen 20-30 ezer dollár körüli átlagos elektromos autóra, ha gondolunk, tehát nem egy SUV-ra vagy terepjáróra, hanem egy normális átlagos kocsira, akkor mondjuk 5-8 ezer dollárt azonnal visszakap adókedvezmény formájában. Tehát nem kell áfásszámlát kérni, kitölteni 1000 papírt. Aki Amerikában hazudik, ugye azt rögtön viszik a börtönbe. Tehát ott mindenki tudja, hogy ha megvette, megérdemli az adókedvezményt. Tehát nincs bürokrácia. Igen. Európában megismerjük, hogy 100 000 papírt kell kitölteni, meg csak itt lehet venni, meg csak Európai autó. És brutál drágám. Sokkal drágább is. Tehát ez a lényeg, hogy az amerikaiak most érre akarnak törni az elektromos autózásban, a lakásokat korszerűsítik, ugye ott is a hőszivattyúk felé mennek el, a napelemek felé mennek el, a fűtésnél is, hogy a fosszilis energiáról is leváljanak. Tehát az a lényeg, hogy az Európai Unió most elfogadott egy CO2 kvóta szabályozást, ez az elkövetkező 7-es évben, nagyjából 2030-ig 700 milliárd eurót biztosítana a CO2 kvóták kereskedelméből, és ez azt jelenti, hogy az amerikai 400 milliárdhoz képest az Unió nagyjából kétszer annyi pénzt venne a kezébe, és biztosítaná, hogy az európai cégek is az elektromos autózásnál és a lakások, a házak elektromos vagy a energetikai felújításánál versenyképesek maradjanak, és hát ezt jelenti igazából ez a geopolitika, hogy az Unió megpróbáljon Kína és az USA között egy harmadik pólusként megjelenni. Ez lenne a gesztus Macron felé, aki Kínából hazafele a repülő megvilágosodott, hogyha az Unió befekszik Amerika alá, és Amerika házi piaca lesz, mint ahogy ez egyébként már nagyjából zajlik, és úgy a német
németek, mint a brüsszeli bizottság is ezt a folyamatot erősítik, akkor a francia cégek ennek a vesztesei lesznek. Ugye Franciaország Európa egyik beteg embere, 53 atomreaktorból 40-et azonnal föl kéne újítani, és nekik nincs pénzük. Az euró miatt nincs pénzük, eladósodott országról beszélünk, nagyjából hitelt is nehezen tudnak fölvenni, magas kamatra tudnának csak fölvenni, tehát az unió pénzére lenne szükségük, azt meg a németek nem adják, vagy csak feltételekkel. És hát ugye ezért van az, hogy a franciák próbálnak egy köztes pozíciót elfoglalni, tehát Scholz nyilván nem mondhatja a franciáknak, hogy nem, tehát a geopolitikai bizottság Macron elnöknek is egy gesztus, hogy értjük a franciáknak a törekvéseit, és hát egy bizonyos fokig támogatjuk is, de a Brüsszel és a berlini kormány inkább Amerikát választaná, és nem egy olyan önálló Európát, amely harmadik pólusként megjelenne. Ugye egy rövid gondolat még, hogy az ukrajnai háború arról is szól, hogy egyébként ugye a 70 éves Putyin azért is indította a háborút, hogy Oroszország odaverekedje magát a 21. század hatalmainak az asztalához. Ugye ennél az asztalnál már ott ülnek a kínaiak meg az amerikaiak, vitathatatlanul ez a két ország ott ül a 21. század hatalmainak az asztalánál, az Európai Uniónak megvan az esélye, hogy odaüljön. Ugye nyilván India, Brazília is gondolkodik, hogy most mekkorát lépjen az asztal felé, tehát nem, még messze vannak attól az asztaltól. Az oroszok meg hát ugye más nem tudnak, mert a gazdaságuk nem erős, nagyjából Olaszország szintű az orosz gazdaság éves teljesítménye. Ugye az orosz életforma, orosz társadalom modell nem vonzó, ha az embereket megkérdezik, hogy hol élnének, Moszkvában vagy Washingtonban, még mindig talán a többség Washingtont választaná az összes woke és genderőrület ellenére. Tehát az oroszoknak nincsen más eszköze, hatalmi eszköze, mint a hadsereg. És hát ezért indítja Putyin a háborút, hogy odaverekedje Oroszországot az nagy asztalhoz, a 21. század asztalhoz. És az uniónak meg el kell döntenie, hogy hova megy. És hát itt ezt látjuk, hogy az USA pont egyébként a soros hálózat által, a korrupt politikusok által, illetve a zsarolása által, ugye már a Covid-nál elérte, hogy amerikaiak által forgalmazott oltás legyen dollárért. Akkor az, ugye felrobbantotta valaki a gázvezetéket, nem tudjuk ki, de van rá ötletünk, és ugye onnantól kezdve, hogy felrobbantották a gázvezetéket, ami évi 110 milliárd köbméter orosz gáz hozott volna Európába, olcsón ellátta volna az európai ipart energiával, most, hogy felrobbantották a vezetéket, plusz a szankciókat erőltetik, Amerikából kell venni LNG-t, és hát ha a szankciókat nem sikerült volna megakadályozni a nukleáris energia terén, akkor a uránrudakat is Amerikából dollárért. Igen. És ugye itt ennek nem csak az a veszélye, hogy dollárt kell fizetni, és nem eurót, hanem az is, hogy ha Amerikából jön a tartályhajó, és azt mondják mondjuk Japánban, hogy $2 többet fizetünk egy tonna cseppfolyósított gázért. Mindjárt átirányítják oda azt a hajót. Hát pontosan, vagy hogyha mondjuk az uránrudaknál is az amerikaiaktól függünk, akkor majd az amerikaiak eldöntik, hogy akkor most Kanada kap-e korábban uránrudat, vagy esetleg Dél-Koreába küldik azt a rudat. Kiszolgáltatottság a köbön. Pontosan, és ugye az egy külön műsort megér egyébként, majd ezt a Mozgástérblogon megír. Ugye a félvezetők háborúja, illetve a másik, az, ami miatt ez az egész ukrajnai háború és az uniónak ez a politikája zajlik, és ami miatt Macron joggal aggódik, az az, hogy az energiaszankcióknak mi a valódi háttere, amiről még nagyon keveset beszélünk, hogy igazából hogy mihez kell az energia, hogy nem csak az elektromos autózáshoz kell, vagy a hőszivattyúkhoz kell, amit rát akarják állítani a fűtést a gázról, vagy a zöld hidrogén előállításához, amivel ugye a földgázt kiváltanák mondjuk olyan 5-7 év múlva, hanem bizony, ami a legfontosabb, és a 21. század erről szól, ugye hát mi a fiataljainknál látjuk a kütyüket, igen, amiket éjjel-nappal hordoznak, de igazából az adatfeldolgozást kell látni. Most itt nem akarok újabb előadást nyitni, csak egy mondatot, ha megenged, hogy arról szólnak az energiaszankciók, arról szól nagyjából Európa kiszolgáltatottsága, hogy az áramra szükség van adatfeldolgozáshoz. Például Norvégiában volt egy ilyen vita, hogy a TikTok ottani szerverparkja annyi áramot fogyaszt, mint a közelben lévő fegyvergyár, amely nyilván ez egy ilyen hajánál fogva odaránt cigált kifogás, hogy azért nem tud több lőszert gyártani Ukrajnának, mert a kínai TikTok szerverpark idézőjelben elviszi előle az áramot. Tehát itt látjuk, hogy a TikTokhoz, a Facebookhoz, ezekhez a közösségi alkalmazásokhoz mennyi áramra van szükség, a kriptovalutákhoz mennyi áramra van szükség, és ugye a dollárt át akarják állítani a digitális dollárra, az azt jelenti,
hogy a digitális téren az áramellátásnál Amerikának biztosított az áramellátása, ugye, és ha Európa nem kap olcsó orosz energiát, vagy a megújuló energiából, főleg télen, amikor nincs annyi napsütés, vagy amikor nincs szél, nem tudja biztosítani, akkor igazából az amerikaiak fogják meghatározni, hogyha ez az energiafüggés még tovább megy, a nukleáris energiára is kiterjesztik, akkor például, hogy Európa, a mesterséges intelligencia, a digitális euró és a egyéb internetes és digitális alkalmazásoknál milyen tempóban fejlődik, és hát gondolhatjuk, hogy az amerikaiak mindig gondoskodni fognak arról, például az energia árának meghatározásával, most is négyszer annyira adják az energiát Európának, mint a saját piacukon. Ugye Macron elnök mondta, hogy az nem barátság, hogy valaki négyszer annyira adja az energiát, mint amennyire a saját iparát ellátja. Igen. Tehát, hogy milyen tempóban fejlődhet Európa, ezt az USA határozza meg például az energia árával, vagy a szállításnak az ütemezésével, és hát biztos, hogy nem az lesz az érdekük, hogy Európa fölzárkózzon ezekben a digitális technológiákban az USA-hoz, hanem például, hogy egy lépésben lemaradással van maradjon. Hát a németek próbálnak jó képet vágni ehhez, mert mondjuk, ha mondtuk, hogy a német-kínai kereskedelem éves szinten 300 milliárd, akkor a német-amerikai mondjuk 500-600 milliárd euró, és arról már végképp nem tudnak lemondani. Plusz, ameddig a New Yorki tőzsde marad a világ vezető tőzsdéje, addig a német cégek nem tudnak kivonulni az amerikai piacról. És hát látjuk, hogy a kínaiak most gőzerővel akarják a New Yorki tőzsdével szemben a shanghai tőzsdét felerősíteni. Igen. Ez februári hír, csak a magyar sajtó most figyelt fel erre, én erről már írtam már régebben, hogy a kínaiak megtiltották a kínai állami cégeknek, hogy a négy nagy nyugati könyvvizsgáló céggel auditáltassák a beszámolójukat, most van a beszámolási időszak. Ez azért fontos, mert ha nem a négy nagy nyugati könyvvizsgáló cég valamelyike auditálja a kínai, mondjuk egy nagy nyugati cég kínai lányvállalatának az ottani mérlegét, akkor azt nem fogadják el a nyugati tőzsdéken. Ez mit jelent? Hogy akkor vagy ugye kivonulnak Kínából, vagy a shanghai tőzsdét is preferálják. Tehát a shanghai tőzsdét építik fel a kínaiak, ez a hongkongi tőzsde rovására megy, ezért is gyalulják le Hongkongot, hogy Shanghai-t építsék fel ugye ellenpólusként, mert az egyrészt ugye a kommunista Kína része nem rendelkezik azokkal a brit hagyományokkal, mint Hongkong 100 éves brit megszállása alatt ugye meghonosodott brit kultúra, nem csak a nyelvre kell gondolni, hanem a üzleti kultúrára, demokrácia felfogásra, életvitelre, illetve hát ugye a Shanghai jobban be van ágyazva a kínai gazdaságban, mint Hongkong, még az elmúlt mondjuk 20-25 év alatt is beágyazódott, tehát ezek a folyamatok azok, amikre Európának reagálni kell, és hát látjuk, hogy Scholz kancellár próbál azért egyensúlyozni, de hát nagyon nehéz lesz, mert annyira felgyorsultak a folyamatok a háború miatt, hogy ami korábban évek alatt történt, vagy több most év alatt, hónapok. Igen, tehát mint a szankcióknál láttuk. Igen. Hát nagyon-nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk, és sajnos el is ment az időnk, úgyhogy most már a migrációt nem hozom szóba, pedig arról is lehetne még bőven beszélni, mert az is egy súlyos és megoldatlan probléma még mindig ugye Európa számára, de akkor majd legközelebb erről is szót ejtünk. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a sok inspiratív és érdekes gondolatot és levezetéseket, és majd akkor legközelebb folytatjuk a témát. Köszönjük szépen Kiszeli Zoltánnak. Köszönöm én is.